Barbara, Miss Jackson. Sziasztok, én Norbi vagyok, és be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Bravado Banshee névre hallgat. Nézzük is meg a tuningját. Ugye a sima verzióját nézzük meg ennek az autónak, mert a Benices az már volt a csatornán. Jézusom, Dodge Mine. Biztos, hogy nem rakjuk rá. Kipufogó. Aha, csak oldalra rakja. Hát dupla. Motorháztető. Az marad a gyári. A lámpa. Neon. Hát a neon azt szerintem legyen citron. Ez így hagyom ezt az autót, ahogy van. Akkor ugye crew emléve, ahova tudtok csatlakozni, ha szeretnétek. A tető, ugye le lehet venni róla. Cabrio legyen, vagy tetővel. Marad rajta a tető. A spoiler. Hát ezt már rakjuk ezt. Leültetjük. Váltó, turbó. Na és felni. Te így. Ugye megkapja a sárga gumifüstöt. És akkor megyünk egy versenyre, és akkor merezzük, hogy mit tud ez az autó. Na, akkor itt is vannak a versenyre, csak nézzük, hogy mit tud a Banshee. Korábban mentem itt a sima Spectre-rel, azzal egy 42-1-es kör tudtam menni. Ezzel meglátjuk, hogy mit tudunk csapatni. Hú, de elkapartok a kerekek, azt a rohadt élet. Hát a tempója az, hogy nem tűnik olyan rossznak. Egyenlőre. Ó, viszont a kanyarodása az eléggé tré volt. Átcsúszott egy picit a másik oldalra, amit ennyire nem kellett volna neki. Viszont a végsebesség az nem rossz. Hát kb. Olyan sem, mint a Spectre. Kb. Annyit tud ez az autó is. Szóval ezt versenyre úgy ajánlom azért, mert annyira nem volt rossz. De hogyha tehetitek, akkor inkább ne ezt vigyétek. Csak ugye, hogyha kezdők vagytok, inkább azt hiszem, ez az autó olyan 100 000 körül van. Szóval jobban inkább ezt kezdőknek ajánlom ezt a Verdát. Mert arra tökéletes szerintem. Na hát remélem élvezett, hogy volt ez a videó, hogyha jönnek, akkor csapassatok egy lájkot, írtatok rá, hogy kössétek a Twitch-en. Facebook oldalán GTL Column, minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza, sziasztok! 1, 2, 3.